Sűrű lesz az ősz, egymást érik a fesztiválok, illetve a kulturális események, ezek közül talán az egyik legnagyobb, a szeptember 17-i Bartók Erről és a többiről fogunk beszélgetni ma Barabási Hárt alpolgármesterrel. Köszönöm, köszöntelek a stúdióban. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Mi az apropója a fesztiválnak? Kell apropó annak, hogy jól érezzük magunkat ősszel, és megmutassuk azt a kulturális pesgést, amivel Babartók negyed vagy a kerületünk rendelkezik? Na most azért ez egy első alkalommal megrendezett fesztivál, igaz. és talán az eddigi legnagyobb, azt, sem, azt is mondhatjuk, az önkormányzat által szervezett kulturális eseményről szól, de ennek nagyon súlyos üzenete is van. Mit szolgál a fesztivál? Ehm, azt hadd had lépjek egy picit hátra, hogy fogok erre is válaszolni, ez egy nagyon régi álmunk már, hogy legyen egy Bartók fest a Bartók negyed szívében, egy Bartók Fesztivál, nyilván a feszt ennek a rövidítése. Ehm, sajnos az elmúlt három évben ezt nem nagyon tudtuk megcsinálni, mert éppen amint el tudtuk volna kezdeni a tervezését, rögtön azután, hogy elkezdtük itt a munkát az önkormányzatban, beütött a Covid, ugye emlékszünk, a folyamatos a kormányzati elvonások, a gazdasági tervezés, a kulturális élet szereplőinek a válsága, a finanszírozási válsága azért nagyon megnehezítette a kulturális életnek a újraindulását, és most értünk el erre a pillanatra, hogy végre tudtunk venni egy levegőt, és meg tudtuk álmodni ezt a nagyon izgalmas és eseményekben bővelkedő fesztivált. Egyébként ez valóban egy szintugrás, azt gondolom az önkormányzati rendezvények sorában is, de szintugrás a Bartók negyed életében is. És ezt szeretném hangsúlyozni, ugyanis a kulturális városközpontunk, amely így indult körülbelül, hát már lassan majdnem 15 évvel ezelőtt, szép fokozatosan fejlődött az évek során. Először volt egy kulturális városközpont, utána lett belőle a Bartók és környéke, jöttek civil szervezetek, mint a Bartók Béla Bulvár, megújult a Gárdonyi tér, megnyílt a B30 Mennyi a hadik, megnyíltak a galériák. És most az új önkormányzati ciklusban, mióta mi vezetjük ezt a kerületet, azóta jött az EU-s projekt, nyílik az adaptér a kerületben, hamarosan elkészül az inzet applikáció, sőt, talán már, amikor ez a műsor lemegy, már le is, le is lehet majd esetleg tölteni, szeptember 15-től elérhető, ha jól emlékszem, és szeretnénk ezt az egészet megkoronázni magával ezzel a fesztivállal, a Bartók fesztivál persze az álmunk, az nagyobb annál, mint sem, hogy a műegyetem rakparton egy napot az őszi kellemes levegőn eltöltsünk közösen. Az álmunk valójában a hosszú távon egy több napos fesztivál, mit ad Isten esetleg a Bartók Béla lezárásával? És egy fesztivál, a Bartók Fesztivál, miként tudja szemléltetni a Bartók negyed projekt tartalmát? Először is szerintem Konkrétan is, meg szimbolikusan is. Konkrétan úgy, hogy mesélünk róla. Pont a délelőtti órákban 10 vagy 11 óra felé lesz kerekasztal beszélgetésről. El fogjuk mondani, hogy a városvezetés, új Buda vezetése hogyan kívánja, milyen városfejlesztési eszközökkel szeretné ezt a kulturális központot erősíteni, és a feltenni a Bartók negyedet, Budapest és tulajdonképpen a nemzetközi vérkeringés térképére úgy, hogy folyamatosan megőrizzük azért azt a lokális hangulatát, ami abból fakad, hogy az itteniek fogyasztják, az itteniek használják, hogy tudunk egymással találkozni, és nem válik egy ilyen turista központán. Tehát ez az egyik rész, fogunk mesélni róla. De a másik az meg maga a tematika, és azok a programok, amelyek, amelyeken lehet majd találkozni, hogyha a kedves új budaiak és budapestiek eljönnek erre a fesztiválra. Ugyanis a fesztivál Központja a városban való, hogyan éljünk a városban. Ez a 15 perces koncepció? Így van, pontosan, hogy milyen, milyen egy jó város, milyen szolgáltatások vannak, hogyan küzdjünk meg a klímaadaptációs kérdésekkel. Hát azért az idén nyáron ezt tapasztaltuk a saját bőrünkön és tapasztaltuk a pénztárcánkon is, gondolok itt az élelmiszerárakra, amelyek hát nyilván sokok miatt, de többek között például az asszály miatt is kifejezetten magasak voltak. Ahhoz, hogy ezzel foglalkozni tudjunk, ezekről beszélni kell. És azért kell erről beszélni, mert akkor képesek vagyunk közösségként fellépni. Na és erről szól a Bartók negyed, hogy persze Budapest világváros, persze a Bartók negyed, itt van Budapest és Új-Buda szívében, de közben ez egy erős közösség, ahol tudunk egymással találkozni, ahol közös a kultúránk, és nagyon fontos a Bartók negyed, nem csak azok, akik a Bartók negyedben laknak, hanem minden új Budai. Ez a kulturális erőtér. Kisugárzik, hat az egész kerület, sőt, egész Budapest szellemi életére. Mindez és... az önkormányzat jó voltából. Hát, de leginkább azoknak a jó voltából, akik ezt megélik. Az alkotók, a fogyasztók, az itt élők. És ennek az egész mezőnek az ereje teremti meg azt a kulturális mezőt, amiben élünk, és nekünk inkább abban van dolgunk, hogy ezt irányítgassuk, segítsük növekedni, és elvezessük a kerületnek, ha egy felülről nézem, azokban a részeibe is, amelyek mondjuk nem ennyire központi fekvésűek, de nagyon fontos az ottani közösségi élet is. A kerekasztal beszélgetéseken kívül még milyen programok lesznek? Ugye körülbelül egy tucat civil szervezet érkezik, Ü az ő programjaik már délelőtt 10 órától kezdve elérhetőek lesznek. Ezt érdemes megnézni egyébként a Bartók negyed, bocsánat, a Bartók Fest honlapján és Facebook eseményén is. Lesznek workshopok, ezeken részt lehet venni, valamint délután 2 órától nagyon izgalmas koncertek kezdődnek. Lesz itt Galaxisok, lesz itt Kollár Clemens, lesz itt Dés László és Nagy Ervin, mint főműsoridőben, az estét pedig a Dresdó fogja zárni Szimbolikusan és elegánsan bartókkal. És nem csak kulturális programok lesznek, hanem érzékenyítő is, kezdve a gyerekektől egészen a felnőttekig. Itt a környezettudatos gondolkodásra ö, próbálok utalni, ami nagyon sok workshop, workshop és egyéb program keretében is megnyilvánul. Ö, konkrétumként talán fontos elmondani, hogy a zöld gondolkodás miként jelenik meg a Bartók negyed projektben, illetve a Bartók fesztiválon? Ez nagyon fontos, hogy ezt kérdezed, mert számunkra az, hogy hogyan éljünk zölden, és hogyan segítsük a városainkat abban, hogy zöldebbek kiváljanak, az mind számomra is, mind zöld politikusnak nagyon fontos, de ugyanígy fontos természetesen Új Buda a egész város vezetésének és Karácsony Gergely főpolgármesternek, is, aki azt gondolom, hogy sokat zöldített Budapest egészén. A programban egyébként a szervezésben is megjelenik. Tehát például abban, hogy repoharakkal fogunk, fogjuk a fesztiválnak az igényét kielégíteni, mármint a fogyasztási igényére gondolok itt elsősorban, de megjelenik ezeknek az érzékenyítő programoknak, a workshopoknak a tematikájában, és sokat fogunk arról beszélni, hogy hogyan, hogyan tud egy város felkészülni, milyen eszközök vannak mondjuk a lakók vagy a közösségek kezében arra, hogy a várható évekre, évtizedekre fel tudjanak készülni. De hát nyilván ez egy nagyon széles téma, és nagyon azt gondolom, hogy a politika egészének ebbe az irányba kell elindulnia. Budapesten is nagyon nagy hangsúlyt kell, és Új-Budán is fektetnünk arra, hogyan szigeteljük például a társasházainkat. Nagyon sok társasház nincs még leszigetelve, pedig a klímaadaptáció egyik legnagyobb, eszköze, vagy legerősebb eszköze, ami a kezünkben van, az például a kibocsátás csökkentése és az energiafelhasználás optimalizálása, tehát az, hogy ne fűtsük feleslegesen az utcát. És az újrahasznosítással kapcsolatban is talán vannak programok, hogyha jól tudom, gyerekprogramok például. Abszolút nagyon fontosnak tartjuk, hogy kisgyerek kortól kezdve ez a tematika, ez folyamatosan ott legyen, hogy erről lehessen beszélni, de azt is fontosnak tartjuk, és ezt fontosnak tartom elmondani: hogy ne egy, ne egy ilyen pánikkeltés legyen ez a diskurzus. Azért én azt veszem észre, és engem politikusként nagyon zavar, amikor azt látom például az országos médiában, hogy elindul egy ilyen világvége hangulat pánikkeltés. Nem lesz világvége, ha teszünk ellene. Minden probléma megoldható, de akkor oldható meg ez a probléma, ha mi magunk is felelősen kezdünk -e gondolkozni, beszélgetünk, és a jövő generációit is arra neveljük, hogy figyeljenek és felelősségteljesen éljenek ezen a bolygón, és figyeljenek a környezetükre. A Bartok Fesznek az egyik szlogenje, amit Dr. László Imre polgármester úr is a köszöntőben, Igen. a kiadványban megfogalmazott, hogy Új-Buda menő akar lenni. Hát ez szerintem. Annyival árnyal, nem, hogy szerintem Új Buda már menő is, de egyébként teljesen igaza van a polgármester úrnak ebben. Szeretnénk menők lenni, de nem abban a felszínes értelemben, hogy menős szeretnénk, hanem szeretnénk azt megmutatni, hogy jó dolog úgy élni, ahogy mi új budaiak tesszük ezt. És a Bartók negyed, amelyik ugye egyébként a, a Time Out magazin szerint a hetedik legehetőbb környék a világon, azért ezt nagyon jól példázza. Tehát szerintem nekünk erre valóban nagy hangsúly kell tennünk, de meg kell néznünk, hogy milyennek a menőségnek az oka. És szerintem kultúra, a kultúrára alapozott közösségi élet, ez a 15 perces város, ami ugye azt foglalja magába, hogy 15 perc alatt gyalog, a lehető legtöbb szolgáltatás elérhető legyen. Tehát tudjak menni esernyőt javítani, boltba, kávézni, moziba, fitnessterembe, orvoshoz, fodrászhoz, nem tudom milyen szolgáltatások vannak még. Most csak ennyit hirdelen szemben. Bármilyen, Biztos kozmetikus. Igen, igen, de vannak közösségi tereink, van ki ne hagyjuk a kutyásokat, van mondjuk kutyafuttató, tehát hogy van egy csomó olyan szolgáltatás, ami ez az életünkhöz nagyon nagy mértékben hozzájárul, hogy minőségéletet tudjunk élni, és ezek elérhető távolságban vannak. Ezek teremtik meg az otthonosságot, na és szerintem ez az, ami menővé tesz egy területet, egy városrészt a XXI. században. És a kortárs és a klasszikus kultúra találkozása is talán. Ez ellenpontként is jelenik meg, és nem csak a kultúrában szerintem. Hát szerintem a kortárs és klasszikus, és maga ez az ellenpont, az egy nagyon új -budai sajátosság, ugyanis új Buda, az mindig is egy, azt gondolom, hogy mindig is egy picit polgári. Így, így, született, egy polgári városrész volt, de tulajdonképpen a polgári gondolkozásnak egy nagyon progresszív vonalát képviselte. Én ezt szeretem úgy hívni, bár nem tudom, hogy Magyarországon létezik-e például ilyen politikai gondolkozás, hogy polgári progresszió, de ezt azért szeretem, mert pontosan lefesti azt a hangulatot, hogy mi itt új Budán szeretünk élni. Városi, felelős, a közösségükért aktívan tevékenykedő polgárok vagyunk, akik egyébként nyitottak az új dolgokra és a művészet, hát az abszolút azt gondolom, hogy mindig keresi a megújulásnak a lehetőségeit. Olyannyira, hogy ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy sűrű lesz az ősz a kulturális események szempontjából, nem a Bartók, a, a Bartók Feszt az egyetlen, őt követi az arcplakát kiállítás, talán a halászléfőző versenyt is ide sorolhatjuk, akkor az örmező ünnepe, és, 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 és talán vége láthatatlan a sor igen, és mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a, az arcra az ugye egész Igen, hónapban ezt akkor lehet állam, menni, ezt és ez most már a harmadik alkalom, jó. én erre nagyon büszke vagyok, mert azért hadd mondjam el, hogy az arcért, az arckiállítás arc megszervezésére elég komoly verseny ment a kerületek között, és és egyébként vissza is igazolta azt, azt gondolom az elmúlt néhány év, hogy mekkora érdeklődés van az arckiállításnak erre Kicsit, kicsit humoros, kicsit megtekert, de mindenképpen nagyon fontos társadalom kritikájára, amit tükröt tart elénk. És utána egy héttel később, a következő hétvégén van a könyv és gyermekkönyv ünnep, ami most már volt már könyvünnep Új-Budán, de tavaly igyekeztünk ezt áthangolni kifejezetten egy ilyen gyermekkönyv és családos tematikára, mert azt láttuk, hogy ebből van hiány, vagy ebből a fajta fókuszból, miközben az megnehezítette a kiadókat, hogyha mondjuk van a nagy könyvünnep, és azzal párhuzamosan, vagy azzal majdnem egy időben új budai szervezett egy ilyet, akkor valahogy az érdeklődés mindig úgy lanyhult, meg a kiadók se tudtak úgy jönni, ezért gondoltuk, hogy ez egy ilyen jó kis is lenne. Utána a harmadik hétvégén, szeptember 17-én, egyébként két dolog is van, mert a Bartók van a Műegyetem rakparton, de szintén önkormányzati támogatással részben megvalósul a Ménesi úti utcabár, én már második alkalommal, amit tavaly nagyon-nagyon jól sikerült, az utolsó hétvégén pedig a már-már szintén tradicionális eleven ősz. eleven ősz. lesz, vagy zajlik egy egész hétvégén keresztül. És ugye az a különbség, és az nagyon fontos, és szerintem ez helyes különbség, hogy még a Bartók Fesztivál az egy ilyen hírvívő, az egy büszke kikiáltás, hogy itt vagyunk, jók vagyunk, remek közösség vagyunk, addig az eleven ősz, az pedig egy ilyen befelé figyelő, a mikrokozmosz egyik helyről megyünk a másikra, az egy ilyen találkozások fesztiválja nyilván nagyon magas minőségben, de szerintem ez mind, mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van. Abban, hogy ezt a közösséget összetartsuk, és abban is, hogy ezt a közösséget, erről a közösségről hírt adjunk a nagyvilágnak. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor az eleven ősz az nem, célja, nem szolgálja azt a célt, hogy, hogy ide vonzza még jobban a, a, a Budapest, az új Budán kívülieket? Szerintem mindegyiknek van olyan célja, hogy idehozzuk és megmutassuk azt, hogy mi milyen remek és pesgő kulturális élettel rendelkezünk, és hogy nálunk tényleg folyamatos nyüzsgés és pesgés van. De a mi dolgunk önkormányzatként, és erről szól részben a Bartók negyed rendeletcsomag, ami az irányításom alatt úgy néz ki, hogy októberben a testület elé is tud majd kerülni, és reméljük, hogy támogatásra kerül, hogy védjük ezt a fajta nevezzük lokalitásnak ezt a fajta helyi közösségi életet, és ne engedjük azt, hogy elturistásodjon. Vagy, El Hát azért azt, attól nem félnék, hogy most a szlömösödés veszi állna fenn, de mondjuk a, a Rádai utca az egy jó példa volna, amelyik egy kies mellék utca volt az elején, majd elindult egy ilyen kulturális revitalizáció, egy Felélénkítés, de nem sikerült megfogni az utcát, és most egy nagyon jó hely, nagyon jókat lehet enni, de egy ilyen gasztros sétány lett, és elvesztette azt a fajta finom kulturális jellegét, ami a Bartók negyednek még megvan. És ez egyébként egy természetes városfejlődési folyamat, és az, hogy mi ne ebbe az irányba induljunk el, az kér bizonyos beavatkozásokat ami azt gondolom, hogy nekünk városvezetőként a felelősségünk. Egyébként épp mikor ezt a videót vesszük fel, ma fogok például a Bartók negyed vállalkozóival találkozni, egy hét múlva ismételt lakossági egyeztetés lesz, tehát igyekszünk mindenkit bevonni, és a lehető legszélesebb körű konszenzust ebben megteremteni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy jöjjenek ide máshonnan, de úgy, hogy közben védjük a saját közösségünket. Mindennek ismeretében új Budán belül a kisebb helyi közösségek által megszervezett fesztivál, kelenvölgyben, örmezőben is még sorolhatnánk. Hogyan járul hozzá Új-Buda közösségének egészéhez? Ugye Új-Buda egy olyan kerület, amely nagyon sok városrészből áll. És szerintem ez nagyon jól van így, nagyon más hangulata van a különböző városrészeknek. És nekünk, mint önkormányzatnak, ezekben a városrészekben vannak művelődési házaim ott van a Kelemvölgyi, ott van az Örmezei, az Albert Palvi, a Gazdagréti, és ezek mind megszervezik a maguk helyi fesztiváljait, amelyek ezt a helyi közösséget erősítik. Ugyanis a közösség nem, az nem egy tömeg, tömeggyártmány, az nem lehet gépesíteni. Nincs olyan, hogy 150 ezer ember egy nagy közössége. Persze mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy új Budán lakunk, ez szuper, de ahol megéljük a közösség életünket, az valójában inkább a szűkebb környezetünk. Esetleg az az utca közösség, ahol vagyunk, vagy ez a néhány utca közösség, az a város rész, amiben a mindennapjainkat éljük. És ilyen értelemben ezeknek a közösségeknek a megerősítéséhez, a tudáscseréhez, a beszélgetéshez, a közösen eltöltött minőségi e, időhöz járulnak ezek hozzá, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az önkormányzatunk kulturális életének. Ezek a városrészek is nagyon-nagyon euh, aktív szereplői. Itt jön a következő ilyen esemény, az pont Örmezőn lesz. E, már amikor ez a beszélgetést a nézők látják, akkor ez már mögöttünk van, és biztos vagyok benne egy nagy sikerrel, de az örmező ünnepe az, ami a következő ilyen városrészi fesztivál lesz. Én már nagyon izgatott vagyok, hogy ott is, ott is részt vehessek. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon köszönöm.